Amíg zárt ajtók mögött a vezetékrendszer felrobbantásával fenyegetőzik Vladimir Zelenszky, addig Ukrajna folyamatosan emeli a barátság kőolajvezeték tranzit díját. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna sorozatos lépései miatt itthon egyre magasabbak például az üzemanyagárak. A magyar nemzet úgy fogalmaz, az ukrán kormány nem csinál mást, mint zsarolja Magyarországot. Volodymyr Zelenszky folyamatosan zsarolja Magyarországot a barátság vezetékkel, erről írt a Magyar Nemzet. A lap szerint, amíg az ukrán elnök zárt ajtók mögött a vezeték felrobbantásáról ötletel, addig Ukrajna folyamatosan emeli az azon érkező olaj tranzitdíját. A lapadataiból kiderül, az ukránok csak tavaly több lépésben összesen 51%-kal drágították a tranzitdíjat, idén áprilisban pedig megduplázták a vámot, és már azt tervezik, hogy júniusban és augusztusban is tovább emelnek. Az ukrán tranzitdíj emelések közvetett módon a magyar tankolásokat is drágították, vagyis a magyarokat nem csak a szankciós infláció, hanem az ukrán tranzitdíj emelések miatti drágulás is sújtja, vonta le a következtetést a magyar nemzet. A The Washington Post számolt be a napokban arról, hogy Volodymyr Zelenszky fel akarta robbantani a barátság kőolaj vezetéket, hogy ezzel tönkre tegye a magyar gazdaságot. Az amerikai lap ezt titkos szolgálati jelentésekre hivatkozva állítja. Volodimir Zelenszky ezt az ötletét a miniszterelnök helyettesének fejtegette egy februári megbeszélésen, amit az amerikaiak lehallgattak. A robbantás tervéről szóló hírek napok óta tartják a nemzetközi sajtót, de eddig sem az ukránok, sem a NATO, de még az EU sem reagált érdemben. Szakértők szerint ez azért is érdekes, mert ha az ukrán elnök parancsára valóban felrobbantják a vezetéket, akkor az egy EU és egyben NATO tagország elleni támadást jelentene.